Érettségi. Kedden a matematika vizsgákkal folytatódott a 2022-es érettségi szezon. Szelektív szombat. Május 14-én családi napra várják az érdeklődőket. Fásítás. Kiosztották a lakosság számára az Ültess egy fát a holnapért program növényeit. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! A járvány miatt a végzős középiskolások az elmúlt évhez hasonlóan idén is írásban adnak számot tudásukról, mégpedig az egészségvédelmét szolgáló biztonsági intézkedések szigorú betartása mellett. Az idei évben 1925 diák neve került be a kapcsos könyvben Nyíregyházán. 20 középiskola, 81 végzős osztálya és 1925 ballagó diák, akik az idei érettségire készültek. Kedden a matematika vizsgákkal folytatódott a 2022-es érettségi szezon. Országszerte összesen 74 ezeren írásbeliztek, mindegy 69 ezeren középszinten, több mint 5 ezeren pedig emelt szinten vizsgáztak. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdtek a diákok. A hiradó.hu beszámolója szerint egyértelmű, jól teljesíthető feladatot kaptak a diákok. A magyar tanárok az írásbeli érettségiről azt mondták, hogy a gyengébb tanulók is választhattak olyan feladatot, amit meg tudtak oldani. Állítólag a legtöbb diák vidáman, mosolygósan jött ki a teremből. Az írásbeli vizsgákat május 2-a és 23-a között rendezik meg. A vizsgák szerdán a történelem írásbelékkel folytatódnak. A következő hetekben 1162 helyszínen várhatóan mintegy 114.700-an érettségiznek. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára szeretné felhívni a figyelmet az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ennek érdekében jött létre a Szelektív Szombat. A családi napot ebben az évben is megszervezik, május 14-én egész napos családi programmal várja a társaság az érdeklődőket a Kossuth téren. Sok évvel ezelőtt, 2008-ban szerveztek először szelektív szombatrendezvényt a városban. Már a kezdetekkor is az volt a cél, hogy felhívják a lakosság figyelmét a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatára. Az erdei tornapályán át a stadionon már sok helyszínen megszervezték a szelektív szombatot, majd végül a Kossuth tér maradt a program végleges helyszíne. Ebben az évben, május 14-én szombaton mérhetik össze hulladékgyűjtési tudásukat a családok, akik játékos állomásokon keresztül adhatnak számot ismereteikről. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Minden érdeklődő iskolába elmegy és bemutató órát tart a gyerekeknek a szelektív hulladékgyűjtésről és annak fontosságáról, hiszen a szemléletformálást már egészen kiskorban érdemes elkezdeni. A lakosság pedig a társaság különböző kezdeményezésein keresztül tudhatja meg ezeket az információkat, amelyeket egész évben hirdetnek a nyíregyháziak számára. Nem elegendő a szolgáltató rendelkezésre állása, akár a gyűjtőjáratok szervezésével, akár az edényzetbiztosítással. Fontos a lakossági hozzáállás is, és a lakosság tud a legtöbbet tenni ennek érdekében, hogy eredményes legyen a szelektív hulladékgyűjtés. A hulladék sorsa az a keletkezés pillanatában dől el, akkor, amikor valami hulladékká válik, rendkívül fontos az, hogy biztosítsuk a lehetőséget, hogy megfelelő edénybe kerüljön. Hogyha ebben a pillanatban a vegyes gyűjtőedénybe kerül, akkor természetesen nem megoldott ennek tovább hasznosítása, mert a vegyes hulladékból kiválogatni rettenetesen költséges, és egyes esetekben lehetetlen is. A szelektív szombat további céljai között szerepel például a megelőzés is, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy olyan terméket vásároljunk, ami nem tartalmaz felesleges csomagolást. Ez a rendezvény a szelektív hulladékkezelés ünnepe, minden évben több ezer érdeklődő gyűlik össze a Kossuth téren, tette hozzá Petru Árpád. A cégvezető azt is kiemelte, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy amíg a vegyes hulladék mennyisége csökken, addig a szelektíven gyűjtött hulladéké nő a városban. A nyíregyháziak nagy részét a környezettudatos gondolkodás jellemzi. A szemléletformálás cégünk társadalmi kötelezettségvállalása is, és úgy gondoljuk, csak közösen a lakossággal tudunk eredményeket elérni. Hogy mit várunk a lakosságtól? Természetesen azt, hogy megfelelő módon kezelje a hulladékát, hogy nem mindent a vegyes hulladék gyűjtőbe dobjon, hanem a papírt, valóban a papírt, a műanyagot, vagy esetleg az alumíniumitalos dobozt az erre kijelölt helyre. Számtalan olyan lehetőség van Nyíregyházán, hogy
a hulladéktól a megfelelő módon megváljunk. Gondolok itt a házhoz menő járatokkal ürített családi házasövezetekben a 240 literes szelektív gyűjtőedényekről, gondolok itt a társasházi övezetekben a gyűjtőszigetekről, vagy egyes esetekben már a társasházak is a hulladéktároló helyiségükbe szelektív gyűjtőket kérnek ahhoz, hogy a lakosság már ott a helyszínen is, ne a közterületen végezze ezt a szelektív hulladékgyűjtést. A hulladékudvarokban pedig a szemét minden formájától megválhat a lakosság, építési és akár veszélyes hulladéktól is, de Nyíregyházán már működik újrahasználati központ is. Többek között erről is megtudhatnak majd minden információt az érdeklődők május 14-én. A szelektív szombaton már 9 óra 30 perctől elkezdődnek a színpadi produkciók, majd délutántól esték tánccsoportok, helyi és országos zenekarok lépnek fel a Kossuth téren, 18 óra 30 perctől az LGT sztárjaival zenevonat szuperkoncertre várják a közönséget. A 13 állomásos játék során pedig értékes ajándékot kapnak azok, akik a legtöbb pontot gyűjtik össze. A regisztráció után egy menetlevelet kapnak a családok, ezeken szerepelnek majd az eredményeik. A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett arcfestőkkel, kukásautó bemutatóval, kézműves sátorral és sok érdekes programmal várják a résztvevőket. Kiosztották a lakosság számára az Ültess egy fát a holnapért program növényeit a Nyírvévé telephelyén. Az akcióban a lakosság, valamint önkormányzati fenntartású intézmények igényelhettek díszfát, díszcserjét és örökzöldeket. Összesen 114 pályázó között osztottak ki 138 fát és 923 cserjét, több mint 4 millió forint értékben. Nagy volt az érdeklődés a Városüzemeltetési Társaság pályázata iránt. Az Ültess egy fát a holnapért program növényeit múlt pénteken reggel 8 órakor kezdték el kiosztani a társaság Tüzér utcai telephelyén. Ez az akció is része a polgármesteri nagyszabású faültetési programnak. A pályázat feltétele volt, hogy közterületre kell kiültetni az ajándékba kapott növényeket. A lakosság, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények is igényelhettek díszfát, cserjét, valamint örökzöldeket. A társaságunk az idei év elején ebben az évben is meghirdette az Ültess egy fát elnevezési akciónkat, amelynek keretén belül városlakók, illetve önkormányzati fenntartású intézmények igényelhettek az előttük található közterületekre fákat, cserjéket. A pályázat beadási határideje február 15-e volt, eddig a határidőig 114 pályázat érkezett. Az elmúlt 2,5 hónapban a kollégák elbírálták a pályázatokat, illetve megrendelték a szükséges növényállományt, és a mai nappal kezdtük el kiosztani a nyertes pályázóknak. Mind a 114 pályázat nyertes lett az idejében az igényelt fákat és cserjéket. Összesen 138 fát és 923 cserjét fogunk a mai napon, illetve jövő hét pénteki időpont lett még megadva a sikeres pályázóknak, hogy elvihetik a Tüzér utca 2-4 szám alatti telephelyünkről a nyertes növényeket. Az akció célja a város zöld felületeinek további növelése, valamint a helyi közösségek szemléletformálása, új zöld felületek létesítése és megőrzése. A Nyírvévé szakemberei jó tanácsokkal is ellátták a lakosságot azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell elültetni a növényeket, illetve gondozni azokat a későbbiekben. A telepítésre kerülő növények fajtáit szintén a társaság szakemberei határozták meg, az érintett terület sajátosságainak, az ültetés szempontrendszerének és a közművek elhelyezkedésének figyelembevételével. Ha valaki múlt pénteken nem tudott elmenni az igényelt növényekért, azt ezen a héten pénteken pótolhatja. Nyíregyháza megyei jogú város idősügyi tanácsa számos napirendről tárgyalt a keddi ülésén, melyet ez alkalommal az atlétikai centrum bejárásával kötöttek egybe. Sport és kulturális témákat is érintettek, valamint megvitattak egy együttműködést az érettségi előtt álló fiatalok számára kötelező 50 órás közösségi szolgálat elvégzésével kapcsolatban is. Most csupa könnyednek tűnő téma van a mai idősügyi tanácsnak az ülésén. Egy sportéma, egy sportvetélkedőnek a megbeszélése, akkor a könyvtárban való az idősügyi tanácsnak a fogadóórájának az újra beindítása, a könyvtárban egy digitális képzési lehetőségnek a megbeszélése. Nagy örömünkre itt van most a Kölcsey Ferenc gimnáziumnak a képviselője is, akivel ugye az 50 órás kötelező X-es történetet próbáljuk
egyeztetni, mert szeretne az idősügyi tanáccsal a gimnázium egy szerződést kötni, hogy a gyerekek az időseknek is segítsenek. Szó lesz még arról is, hogy május 16-ára végre már össze tudtuk hozni a Meséld el nekem pályázatnak a díjátadóját, és ugye itt a Covid miatt itt két évet is tolni kellett, úgyhogy ezt is megcsináljuk. Tehát csupa olyan téma, amely inkább a közösségről most az időseknek a közösségi tevékenységéről fog szólni. Móri Zsigmond Színház. Hétfőn megtörtént a Spamelot, avagy a Gyaloggalop című musical olvasó próbája. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Az északi temető nyitvatartása megváltozott május 1-től. Egészen augusztus 31-éig reggel 7 órától este 8 óráig lesz látogatható. Erős áramú kábel javítását végezték a szakemberek a Józsa András utcában. A hiba kijavításáig korlátozott volt a szolgáltatás, melyet kedden véglegesen helyreállítottak. A gyalogos forgalom helyreállítását a napokban befejezik. A Kürt utcán zsákutca táblát helyeztek ki gázvezeték fektetése miatt. A héten több esetben is lesz a környéken forgalomkorlátozás. Az András úton korlátozott a megállás, ugyanis a visszakanyarodás ezen a szakaszon engedélyezett. A tilosban parkolókkal szemben folyamatosan fellép a hatóság. Június 11-én kerül a nézők elé a Spamelot, avagy a Gyaloggalop című musical, melyet nem csak az angol abszurd humor kedvelői fognak élvezni. A hétfői olvasópróbán a társulat tagjai mellett Nyíregyházára érkezett Arató András, alias Hyde the Pain Herald, és Mázs, avagy Mészáros Árpád Zsolt is. Az előadás rendezője Keszég László. Giga produkcióra készülnek a Móri Zsigmond Színházban. A Spamelot című műzikelt az angol abszurd humor legendás képviselői, a Magyarországon is népszerű Monty Python csoport tagjai alkalmazták színpadra, mégpedig ikonikus filmjük a Gyaloggalop nyomában. De előadásukban felhasználják más ismert művek motívumait is, zenés változatuk egyszer s mint műzikel paródiává is válik, írja a színház ajánlója. Két híres Monty Python filmnek a keverékéből jött létre 2006-ban, a Gyaloggalopból és a Brian életéből, és ezt toldozgatták, foldozgatták, húzták olyan egységes történetté, ami egy nagyon, nagyon mulatságos utazást mutat be. Mi a Madár Színháznak a magyarított változatát fogjuk használni, ugyanis ez egy olyan darab, hogy adaptálni kell egy kicsit arra a helyre, ahol előadják. Két zenés számról van szó a lokalizálás kapcsán, hogy még szórakoztatóbb legyen a nyíregyházi közönség számára. A rendező bizakodó. Ahogy mondja, a dramaturggal elvégezték a megfelelő beavatkozásokat, jó a fordítás és remek a szereposztás. Kerekasztal lovagjai keresik a Szent Grált. Ez a konfliktusa is, ez van egy nagyon szerintem rettetesen mulatságos és érdekfeszítő, és egyben intelligens módon feldolgozva, tehát itt sok minden parodizálva van, bizonyos színházi stílusok, bizonyos okoskodó intellektuális hozzáállás, bizonyos előítéletek, tehát vicces módon rámutat arra, hogy nem feltétlenül a legjobb irányba halad az emberiség. A változást soha nem késő elkezdeni, mondja Keszég László, és azt is mondja, hogy ez az intellektuális humor része lett a magyar kultúrának. A nagy sikerű musical 2005-ös New York-i bemutatója után 14 Tony jelölést kapott, melyek közül 3-at el is nyert. És nagy izgalommal érkezett a próbára szülővárosába Sir Lancelot szerepére a musical sztár Mészáros Árpád Zsolt. Természetesen készültem, tehát megmosakodtam, majdnem kipihentem magam, agyban itt vagyok. Igazából van egy ősi szokás, tehát viccet félretéve, van egy ősi szokás a színház történelemben, hogy egy igazi színésznek nem engedik azt, hogy megtanulja a szöveget, míg a rendezőnek a koncepciójával nem találkozik, a rendezővel nem találkozik. Általában van olyan, amikor az olvasópróbán nem hagyják, hogy a színész olvassa fel az újonnan vagy frissen dramatizált szövegkönyvet, hanem a rendező olvassa fel, megpróbálja olyan hangsúlyokat és megpróbálja olyan fajta előadásmódban reprezentálni a színészeinek, hogy az, amely könnyedséget ad a rendelkező próba, emlékpróba folyamatán, hogy egy picit ráirányul
a karakterre, amit gondolt a rendező. Ezáltal nem készültem fel Sir Lancelotból csak annyira, mint mondjuk a jakubinusokból, ahogy tudom, hogy ők is japán kubikusok voltak. Zenekar és tánckar gazdagítja majd az előadást. A táncosok a művészeti szakgimnázium diákjai, akik egy casting után jutottak a produkcióba, a zenét pedig minden eddiginél nagyobb zenekar játssza esténként a színpadon. Artúr király szerepében Gulácsi Tamás, a történész Arató András lesz, a fekete lovag Nagyidai Gergő, a női szerepekben pedig Pregitzer Fruzsina és Dézsi Darinka játszik. Jól sikerült a tesztelés Kis Norbert számára. A kamionversenyző a nyíregyházi Révész Racing színeiben indult az Európa-bajnokságon. A pilóta címvédőként áll rajthoz. Újabb sikeres tesztelésen van túl a Révész Racing. A csapat készül a kamion Európa-bajnokság rajtjára, és a legutóbbi esős tesztnap után ezúttal az időjárás kegyes volt, így szárazon is kipróbálhatta Kis Norbert a versenygépét. Remek időt autózott, megfutotta a korábbi pole pozíciós időt, ami bizakodással tölti el a csapatot. Fontos volt az autó egyensúlyának megtalálása. Május 20-án már Mizánóba ugye építés és gépátvétel. Hát most azért egy kicsit, tavaly egy versenyévad után, amit lement, most már tudjuk, hogy mire kell számolnunk, és ugye rögtön a második verseny a Hungaroring. Én azt gondolom, hogy most már egyre fokozottabb a belső feszültség, az a fajta belső egészséges feszültség, hogy visszarázódunk. Norbi megnyugtatóan szállt ki a gépjárműből, amikor befejezte a tesztet. Június 11-12-én a Hungaroringre érkezik a kamion EB mezőnye. Az a hétvége az autósport igazi ünnepe lesz, mivel a túraautósok is rajthoz állnak, a nézők számára pedig ingyenes lesz a verseny. Mi úgy érezzük, hogy azért mióta megalakult 2020-tól a Révész Racing, talán most ígérkezik az egyik legfesztiválosabb, vagy legszínvonalasabbnak a Hungaroring által szervezett Super Racing Fesztivál, melynek futama, fő futama a ETLC magyarországi versenye, és egyben a két Norbi fog azért versenyezni, mert ott lesz a Mihalis Norbi és a Kis Norbi, meg betét futamokkal. És ami nagyon fontos most már publikus, hogy a rendezvény látogatottsága ingyenes. A múlt hétvégi tesztelésen ott volt a csapat másik tagja, Révész Levente is. A fiatal versenyző idén Forma 3-as autóval indul, de hogy szokja a terhelést és ismerkedjen a Hungaroringgel, ezúttal egy túraautóval körözött. Levente számára a téli szünet is mozgalmasan alakult, részt vett a Formula Regional Asian bajnokságon Dubajban, és jó eredményeket ért el. De ennél is fontosabb, hogy minden hétvégén több futamon állt rajthoz, ami a rutinszerzés szempontjából volt fontos. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Kedden a matematika vizsgákkal folytatódott a 2022-es érettségi szezon. Országszerte összesen 74 ezeren írásbeliztek, mintegy 69 ezeren középszinten, több mint 5 ezeren pedig emelt szinten vizsgáztak. Az írásbeli vizsgákat május 2-a és 23-a között rendezik meg. A vizsgák szerdán a történelem írásbelikkel folytatódnak. A következő hetekben 1162 helyszínen várhatóan mintegy 114.700-an érettségiznek országszerte. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára szeretné felhívni a figyelmet az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ennek érdekében jött létre a Szelektív Szombat. A családi napot ebben az évben is megszervezik, május 14-én egész napos családi programmal várja a társaság az érdeklődőket a Kossuth téren. Kiosztották a lakosság számára az Ültess egy fát a holnapért program növényeit a Nyírvévé telephelyén. Az akcióban a lakosság, valamint önkormányzati fenntartású intézmények igényelhettek díszfát, díszcserjét és örökzöldeket. Összesen 114 pályázó között osztottak ki 138 fát és 923 cserjét, több mint 4 millió forint értékben. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírműsorral legközelebb szerdán jelentkezünk. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!